Nézzük most meg ennek a 7x7-es méretű, egyműveletes kalkulokonak a megfejlődését. Ez a művelet, amely itt most számításba jön, nem más, itt látszik, az a szorzás. Kezdjük a nyilvánvaló részeknél, ez a mező biztos, hogy 3-as lesz, ez pedig biztos, hogy 7-es lesz. Erre a három helyre itt nem írhatok más, csak az 1-est, a 4-est és a 7-est. És ide is csak az 1-est, vagy a 4-est, vagy a 7-est. Most megnézzük ezt a hetedik sort, a valósú sort, akkor látható, hogy az 1-es vagy itt lesz. A 2-estől nem tudok mondani még semmit. A 3-as az biztos, hogy itt lesz. A 4-es az vagy itt lesz, vagy itt. Az 5-öst még nem találtuk meg. És a 6-os. Ez a három szám, amelyről ebben a legalsó sorban nem tudunk még semmit sem mondani. Azt jelenti, elvileg mind a három helyre bejöhet a 2-es is, a 5-ös is, és a 6-os is. Mondjuk innen az 5-ös azonnal kiesik még lehetőség, hiszen a 24 nem osztható 5-tel. És innen még nem. Mert sajnos a 60 az osztható 5-tel. Viszont innen meg kiesik, ha láttuk ennek a 3 vezének a lehetőségeit. Ide nem írhatok más, csak 3-ast, 5-öst és 7-est. Nem írhatok sem 2-est, sem 6-ost. Ami azt jelenti akkor, hogy ide csak az 5-öst írhatom. Ha ez itt 5, akkor pedig ide már nem írhatok 5-öst. Ebből sorba, tehát például ide sem. Marad ide is a 2-es és a 6-os, meg ide is a 2-es és a 6-os, mint lehetőség. Most nézzük ezt a három hosszúságú mezőt. Ebben valahol majd benne lesz a 7-es. De ugyanezt tudjuk elmondani erről a három hosszúságú mezőről is. Valahol majd benne lesz a 7-es. Ez pedig azt jelenti akkor, hogy a negyedik oszlopban a 7-es vagy itt lesz, és akkor itt nem lehet. Ebben esetben viszont itt lesz, vagy pedig vagy itt lesz a 7-es, és ebben az esetben itt nem lehet, viszont akkor ebben az esetben a 7-es vagy itt lesz. Így módon a 7-es az a negyedik oszlopban csak itt, vagy itt lehet. Az ötödik oszlopban pedig itt, ezen a két helyen, vagy pedig itt lesz valahol a 7-es. Ez pedig azt jelenti, akkor legalul már nem lehet sem itt, sem pedig itt. És így a legalsó sorban a 7-es nem lehet más út, mint ez a hely. Ez tehát 7 kell, hogy legyen akkor. Ez a három hosszúságú mező itt egyértelműen kitölthető méghozzá 3, 5-tel és 7-tel.
ezen a három helyen a hármas, az ötös és a hetes fokval osztozkodni. Mint ahogyan itt is a három, az öt és a hét. Valamint itt is a három, az öt és a hét. Ez a három hosszúságú mező, ez is egyértelműen kitölthető, ezen a három mezőn pedig a kettes, a négyes és a hetes fokban osztozkodni. Ide is csak a kettes, a négyes, vagy a hetes írható. Erről a helyről, ez miatt a hármas miatt a hármas lehetőség kiesik. Ez azt jelenti akkor, ez miatt a három hosszúságú mező miatt a hármas már csak itt, vagy itt lehet. Ebben az oszlopban a hármas mások már nem lehet, nem lehet például itt sem, meg természetesen ezen a helyen sem. De nekünk most ez itt a lényeg, hogy itt nem lehet hármas. Itt nem. De itt sem lehet hármas, sem itt, ez miatt a hármas miatt. És így módon ez a három hosszúságú mező már csak egyféleképpen tölthető ki, hiszen nem használhatjuk a második lehetőséget, a kettest, a hármast és az ötöst, marad az egy, az öt és a hat. Mit írhatok ide és ide? Már tudjuk, hogy ez a három hosszúságú mező ebben szerepelni fog az ötös. Marad lehetőségként akkor erre és erre a helyre a hármas és a hetes. Igen, nem? De láttuk az előbb, hogy itt nem lehet hetes, hetes ebben az oszlopban, vagy itt fönt, vagy pedig ebből a két mezőből valamelyikben lesz. A hetes az nem lehet már másutt, mint itt. És ha ez itt hetes, akkor mellé természetesen hármast kell beírnunk. Van itt ez a kettő hosszúságú mező, ez is egyértelműen kitölthető, hárommal és öttel.
ez a hármas hosszúságom az is kitölthető egyértelműen, a négyel, az öttel és a héttel. Négy, öt és a hét. Négy, öt és a hét. És ez is négy, vagy az öt, vagy a hét. Ide, ebbe a három helyre, sajnos ide kettő dolgot is beírhatunk, az egyik az 1, 4, 6. A másik helyre, a másik két helyre ezt nem írom be egyre, csak az iktigra megy ide az 1, 4, 6-ot, hogy ne felejtsük el. A másik lehetőség, amit pedig beírhatunk, az nem más, mint a 2, a 3 és a 4, az pedig ide fölé írom a 2-est, a 3-ast és a 4-est. Most nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha ide ebbe a 3 mezőbe az 1-est, a 4-est és a 6-ost írom. Mi lehet akkor ezen a két helyen? Ha itt 1, 4, 6 van, akkor hiányzik még ebből az oszlopból a 2-es, meg a 3-as. Tehát itt az 1, 4, 6 van ezen a három helyen. Mi van akkor, hogyha ide a 2, 3, 4-et írom? Akkor ide fölé írom, hogy mi lehetséges ebben az esetben a másik két, maradék két helyre. Az egyik az 1-es, aminek szerepelnie kell. Ugye itt lesz a 2, a 3 és a 4, itt van az 5. Az 1-eshez még a 6-os jön, tehát hiszen a 7-es az meg itt van már ebben az oszlopban. Tehát akkor ezen a két helyen vagy a 2-es, vagy a 2-es és a 3-as osztozkodik, vagy pedig az 1-es és a 6-os. Igen ám, de akármelyik is van a két lehetőség közül, akár az 1 vagy a 6, szerepel ezen a két helyen, akár a 2 meg a 3, az ő szózatuk, hogy mindenképpen 6 lesz, és akkor így módon erre a helyre nem kerülhet már más, mint a 2-es. Persze akkor itt 2-es nyilván nem lehet, kizárt a 2-es, meg természetesen kizárt a 2-es innen erről a helyről is. Itt is a 4-es, meg a 6-os, meg itt is a 4-es, meg a 4-es, meg a 7-es, meg itt is a 4-es, meg a 7-es szerepelhet. Hát akkor tulajdonképpen azt jelenti akkor, hogy a 2-es ebben a három hosszúságú mezőben nem lehet már másút, mint ez a hely. Ha ez itt 2-es viszont, akkor itt már nem lehet 2-es, meg itt sem lehet 2-es ezen a helyen. Tehát a 2-3 lehetőség erről a helyről kizárt.
ez pedig akkor azt jelenti, hogy erre a két helyre már csak az 1-est és a 6-ost írhatom. Vagyis erre a három helyre már nem írhatom be az 1-4-6-ot, mint lehetőség. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen a három helyen a 2-es, a 3-as és a 4-es fog majd osztozkodni. Most megnézzük ezt a három hosszúságú mezőt, akkor látható, hogy ezt kétféleképpen bonthatjuk fel. A jelenlegi kitöltöttség mellett szorzat alakra az egyik a 2, a 3 és a 7, amit azonnal ki kell, hogy zárjak, mert a 2-est, ez miatt a 2-es miatt nem írhatom sem ide, sem ide, ez miatt pedig ide sem írhatom a 2-est. Marad a másik lehetőségünk, az 1, a 6 és a 7. Itt is az 1, meg a 6. Itt is az 1, meg a 6, meg a 7 szerepelhet. Most, hogyha itt 1-es van, akkor 1-es nem lehet már sem itt, így módon, ezen a két helyen nem lehet már más, mint a 6 meg a 7. Ha pedig itt 6-os van, akkor itt már nem lehet 6-os sem itt, így módon, ezen a két helyen nem lehet már más, mint az 1 meg a 7, mint ahogyan itt is csak az 1 meg a 7 lehet. Ez pedig azt jelenti akkor mindkét esetben a 7-es az vagy itt lesz, vagy itt lesz. Itt tehát ezen a helyen már nem lehet 7-es, csak 4-es. Ha ez itt 4-es, akkor itt alatta már nem lehet 4-es, csak 7-es. Vagy itt 7-es, akkor itt már nem lehet 7-es, mert persze ez az miatt sem lehet, hogy a 7-es az vagy itt lesz, mint ahogyan láttuk azt az előbb. Hát itt már nem lehet 7-es akkor, csak az 1 vagy a 6. És akkor ebben a második sorban már biztos, hogy az 1 és a 6 csak ezen a két helyen osztozkodhat. Ha az 1-es itt van, akkor itt a 6-os lesz, ha pedig a 6-os itt van, akkor az 1-es lesz itt. Ezt a két számot ki kell zárni az üres helyek mindegyikéről. Az 1-es tehát vagy itt lesz, itt van a 2-es, hiányzik még a 3-as, ami ide nem kerülhet, viszont ide elvileg igen. Meg ide is. A
A következő szám, amiről még nem tudunk semmit, az a 4-es. Az jelenlegi tudásunk alapján ide kerülhet, megkerülhet ide is természetesen, megkerülhet ide is természetesen. Ami még hiányzik, az pedig az 5-ös. Ugyanis a 6-os az vagy itt lesz, mint láttuk az előbb, a 7-es pedig itt van ebben a sorban. Igen ám, de sem ide nem írhatok 5-öst, hiszen a 12 nem osztható 5-tel. Így módon az 5-öst a második sorban csak erre az egy helyre írhatom, tehát innen még a 4-esnek a lehetőség is kiesik akkor, mert ide csak is 5-öst írhatok. Na most, ha ez itt 5-ös, akkor ebben az oszlopban mások már nem lehet 5-ös, nem lehet például sem itt, sem pedig alatta, itt. Ami azt jelenti, hogy ezen a két helyen már nem lehet más, mint a 4-es meg a 7-es. Ha viszont ezen a két helyen csak a 4-es meg a 7-es szerepel, az azt jelenti, hogy a 4-es ebben az oszlopban csak itt, vagy itt lehet, sehol másutt. Tehát nem lehet például ebben az oszlopban, ezen a helyen már 4-es, csak 1-es. Ha itt 1-es, akkor pedig ebben a sorban nem szerepelhet mások már 1-es. Ez tehát akkor 4 lesz. Aztán, mivel a 7-es az vagy itt lesz, meg a 4-es is, de is ugyanezt tudjuk elmondani, akkor ezen a helyen már nem lehet sem 4-es, sem 7-es. Ami lehet, egyedül csak az 5. Mivel a 7-es vagy itt van ebben a negyedik oszlopban, ezért itt fönn már nem lehet 7-es. Csak 1 vagy 6. Igen, de most megnézem az első sort, itt is csak az 1 vagy a 6. Meg itt is csak az 1 vagy a 6 szerepelhet. Az azt jelenti akkor, hogy ebben a sorban másút már nem lehet sem az 1, sem a 6. Csak 7 lehet itt akkor ezen a helyen. Most ha itt 5, akkor ehhez két dolgot társíthatunk alatta ezen és ezen a helyen. Illetve ne is társítsunk semmit egyre, mert most veszem észre, hogy ez miatt az 1-es miatt ebben a negyedik oszlopban mások már nem lehet 1-es, nem lehet például itt 1-es, csak a 6-os. Ha ez 6-os itt, akkor ebben a sorban mások már nem lehet 6-os, csak 1-es. Ha itt 1-es, akkor ebben az oszlopban sem lehet a mások 1-es, csak 6-os. Ez itt 6-os, meg persze ez miatt a 6-os miatt is. Ezen a helyen itt már nem lehet 6-os, csak 1-es. És akkor most nézzük meg ezt a negyedik oszlopot, mert az 1-es az itt lesz benne, a 3-as az itt lesz benne, a 4-es vagy itt lesz, az 5-ös az itt lesz, a 6-os itt lesz, nem is itt lesz, itt van már. A 7-es pedig vagy itt lesz, és akkor így módon ebben az oszlopból már csak a 2-es tudom mondani semmit, ennek tehát 2-nek kell akkor lennie. Ha pedig ez 2, akkor ezzel az 5-tel együtt kiderült, most már ez a hely nem lehet más, mint 3. Hiszen csak is 2x3x5 lesz már a 30. De most ha itt 2 és 3, akkor itt már nem lehet sem a 2, sem a 3. Csak 4. Így módon itt már nem lehet 4 ember az oszlopból másod, semmit. Semmit. Tehát itt is csak a 2 meg a 3. És itt is csak a 2 vagy a 3 szerepelhet. Ahol még tovább tudunk lépni, az ez a 3 hosszúságú mező itt. Hiszen ennek a 2 mezőbe ír, 2 mezőjébe csak is a 3-ast és a 4-est írhatom, aminek a szorzata viszont 12, és
és ez azt jelenti akkor, hogy a harmadik hely nem jutott más, mint az egyes. És nézzük ezt a harmadik sort, ebben ugyanis megvan már az 1, a 2, a 3 és a 4. Tehát akkor ezek szerint itt már nem lehet 3. Vagyis itt is, meg itt is csak a 5 vagy a 7 lehet. Ezzel így tovább tudunk haladni ezen a helyen, hiszen amiről mi nem tudunk semmit erről ebben a sorban, az a 6-os. Ez tehát 6 kell, hogy legyen. Most mivel ebben a három hosszúságú mezőben, ezen a két helyen csak az 5 vagy a 7 szerepelhet, az azt jelenti, hogy a harmadik helyen már nem lehet sem az 5, sem a 7. Csak is a 3, ez tehát 3 kell, hogy legyen. Ha ez itt 3 viszont, akkor itt már nem lehet 3, csak 2. Ha pedig ez 2, akkor alatta már megint csak nem lehet 2, csak 3 akkor. Most ez miatt, az 5-ös miatt viszont ebben a sorban mások már nem lehet 5-ös, nem lehet például itt sem már 5. Itt már csak a 1 vagy a 6 lehet. Ez miatt a 7-es miatt viszont alatta már nem lehet 7-es, csak 5. Ez miatt az 5-ös miatt mellette, tőle, balra már nem lehet 5. Csak 7. Ez tehát itt 7 lesz akkor. Most ez miatt a 2-es miatt, itt legalul 2-es már nem lehet. Hiszen minden egyes oszlopban pontosan egy darab 2-esnek kell lennie. Ezért ez itt 6 lesz. Ha pedig ez itt 6, akkor ebben a sorban mások már nem lehet 6-os, tehát itt például már nem lehet 6-os, maradt tehát ide a 2-es, mint lehetőség. Most ha ez itt 6-os, akkor itt fölötte 2-vel már nem lehet 6-os, itt már csak az 1 vagy az 5 lehet. Mint ahogyan itt is csak az 1 vagy az 5 lehet természetesen. Hiszen az első oszlopból még ez a két szám is hiányzik. Most itt a 2-eshez viszont, ebben a három hosszúságú mezőben, már csak a 5 és a 6 jöhet. Ide is. Meg ide is. Igen ám, most veszem észre, hogy mivel ebben az oszlopban itt fölötte már van egy 6-os, ezért itt már nem lehet 6, csak is 5, ha pedig ez 5, akkor itt már nem lehet 5, csak 6. Most térjünk vissza az első mezőre ebben a sorban, hiszen kijött egy 5-ösünk, itt van ebben a sorban, tehát ebben a sorban mások már nem lehet 5-ös, nem lehet például itt sem, ezért ennek itt 1-nek kell lenni. Ha ez itt 1, akkor fölötte már nem lehet 1, csak 5. Ha pedig ez 5, akkor ebben a sorban mások már nem lehet 5-ös. Tehát itt is az 1 vagy a 6, meg itt is az 1 vagy a 6 szerepelhet, és akkor ezt az oszlopot meg tudjuk mondani. De talán még könnyebb megmondani úgy, hogy vesszük ezt a 3 hosszúságú mezőt, hiszen ebből már 2-t ismerünk, itt van az 1 és a 6, ennek a 2-nek a szorzata az 6, és azt 4-gyel kell megszorozzuk, hogy 24-et kapjunk, ez tehát 4 kell akkor, hogy legyen. Most a hatodik sorunk, ez ezzel majdnem teljes, most már egyetlen egy szám hiányzik belőle, ez itt. Itt van az 1, a 2-es lesz az, mert itt van a 3, a 4,
itt az 5, a 6, és itt van a 7 is. Ez tehát 2 kell akkor. Most, hogyha ez itt 2, akkor ide, erre a helyre már csak 2 dolgot írhatok be. Tehát talán még egyszerűbb, hogyha nézzük ezt az oszlopot itt végig, ezt a 5. oszlopot, hiszen ebből már csak egyetlen egy szám hiányzik. Itt van az 1, a 2, a 3, a 4, itt van az 5, itt pedig a 7, ez pedig azt jelenti, hogy akkor innen már csak a 6-os hiányzik ebből az oszlopból, tehát ennek 6-nak kell akkor. És akkor most megnézzük ezt a 3 hosszúságú mezőt itt, akkor megvan már benne a 2 és a 6, és ehhez pontosan 2 hiányzik, hogy 24-et kapjak, ez tehát itt 2. Most ez miatt, a 6-os miatt viszont ebben a sorban sehol másot nem lehet már, 6 nem lehet például itt sem, így módon ide már csak az 1 kerülhet, ez miért az 1-es miatt pedig fölé már nem kerülhet egy, csak 6. Most nézzük ezt a sort itt, hiszen ebből már csak egyetlen egy szám hiányzik, a 7-es már megvan benne, itt van, ez azt jelenti akkor, hogy itt már nem lehet 7, csak 4. Ha ez itt 4, akkor itt már nem lehet 4, csak 7. Na most ebből a sorból hiányzik most már csak 2 szám, ebből a negyedik sorból, innen a végéről. Ez pedig, hogyha megnézzük, hogy hogy lehet felbontani a 24-et olyan szorzatra, amiben szerepel a 6-os, azt kétféleképpen tehetjük meg. Az egyik a 2-2-6, ezt azonnal ki kell, hogy zárjam, hiszen azt csak úgy lehetne megoldani, mivel a 6-os már itt van, hogy ide is 2-t, meg ide is 2-t kéne írni, ami azt jelenti, hogy ebben a sorban két darab 2-es van. Tehát ez lehetetlen. És akkor marad a másik lehetőségünk a 6 mellé, az 1 és a 4. Tehát ide is az 1-est és a 4-est, meg ide is az 1-est és a 4-est írhatom be, legalábbis első ránézésre. De ha most megnézzük az oszlopokat is, akkor azonnal látszik, hogy ebben az oszlopban már van egy 1-esünk, itt van, ez tehát nem lehet már 1, csak 4. Ha ez itt 4, akkor az 1-esnek ide kell kerülnie viszont. Most ez miatt a 4-es miatt ebben az oszlopban itt már nem lehet több 4-es, ezért ennek 3-nak kell lennie. Ez miatt a 3-as miatt, itt fölötte már nem lehet 3-as, csak 5-ös. És akkor ezeket a mezőket már nagyon sokféleképpen megcsinálhatjuk, kezdjük mondjuk ezzel itt, itt már nem lehet ugyanis 5-ös, ez miatt. És akkor ez itt 3 kell, hogy legyen. Alatta pedig, ezen a helyen, itt már nem lehet 3-os. Sem ez miatt a 3-os miatt, sem ez miatt a 3-os miatt. Így módon ennek itt 4-nek kell akkor lennie. És akkor ezzel ezt a 7x7-es kalkulakut, egyműveletes kalkulakut meg is oldottuk, ennek a megoldása tehát így néz ki.